mind a ketten nagyon mérül és nagyon, nagyon szegényként kapaszkodtunk felfelé a helyünkre. Ő nagyon sok szakmát megtanult, és azt beépítette a szobrászatába. Például kosárfonást, például teknő, kapicsolást. És ezt a Géza mind ügyesen elleste és használta. Kíváncsisággal vettük elő 25 év rejtőzködés után a munkáit, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a fiatalokra hogy hat. Szerintem fölnőtt egy-két olyan generáció, akár művészettörténész generáció is, aki abszolút nem ismeri a munkáit, se nevét se. Én teszteltem mondjuk a fiam korosztályába, hát úgy tűnt, hogy érdemes volt elővenni. Nekem most az viszont nagyon érdekes, hogy azért előkerültek itt a nagy keresésben olyan munkák, amiket nem ismertem. Vagy azért, mert egész fiatalon készítette, amikor még nem ismertük egymást. Tehát, hogy ez egy ilyen hozadéka volt a kiállításnak, hogy több mű előkerült. Mindig elég sokan voltak körülötte, mert egyszerűen jó volt az, hogy ő ott dolgozott, és ebben a légkörben ott lenni. Úgyhogy hát a műteremben is állandóan voltak barátok, ismerősök, akik vagy segítettek, vagy beszélgetni bementek. Mondjuk Bükösdön, ahol éltünk a faluba, ott is bebejöttek a malomba, és a kiállításokon is mindig sokan segítettek neki. Ez a szarvasteknő Gézának a valóban klasszikus szép munkája, ahol megtalálta ezt a fajta nyelvezetet, hogy talált egy ilyen óriás teknőt, ami hát már ki volt nyilván a forgalomból vonva, és ebből átalakította ezzel a két gyönyörű, szép, híves szarval, és ezzel a betéttel, és az a címe, hogy szarvasteknő. És ez volt a hátán, amikor jött föl Bükkösdről, és hát hogy szállt föl a vonatra, egyszer csak utat engedtek neki, és akkor valahogy elmozdult, és hát kész. Már fönn is volt. Mert vitte föl Pestre. Amú Gézának ma is van egy mítosza, tehát az ő nevét említjük, akkor azért felcsillannak a szemek. Az itt együtt dolgozó szobrászok számára Géza fogalom, tehát ha ebből indulok ki, akkor biztos vagyok benne, hogy időszerűnek és fontosnak tartják, és egyszerűen nagyszerű műveket fognak látni, és ehhez kétség nem fél, hogy ezt el is fogják ismerni, hogy ez egy nagyszerű életmű. Igyekeztünk minden művet, ami elérhető hazai köz- és magángyűjteményekből kiállítani. Ez egy-két kivétellel sikerült, sőt külföldről is jött, Brüsszelből jött egy nagyon korai, nagyon fontos műve, a Tollas, ami gyakorlatilag indítja is a kiállítást. A másik fontos szempont, hogy ezen a számbeli teljességen belül
igyekezzünk Gézát több műfajban megmutatni. Alapvető szempont az volt, hogy ugye 25 éve halt meg, és ez egyrészt mint kerek évforduló alkalmat adott az akadémiának is, meg nekünk is, hogy akkor most legyen ez a tálat. Úgy gondoljuk, hogy ő a 20. század második felében, 70-es, 80-as években az egyik, ha nem a legeredetibb magyar szobrász volt, aki elindult a népi tájformálás világából, és kiteljesedett az ember és a természet nagy kérdéseivel foglalkozó európai hívő művészé. Ezek még tündöklően gyönyörűek. Ez hogy van megcsinálva, mert ez nem esztergálva van. És gondoltam, hogy is van ez megcsinálva, ezt nem lehet esztergálni, ezt a formát, ez csak a keze munkájában. És akkor úgy csinálta, hogy szépen fogta a vésőt, és ment körbe. És a végén mindenféle kis finom smirglikkel befejezte. És ezek a kis tüskék, ezek tövisek. De ez is olyan, hogy együtt lélegzik ezzel az egész gyönyörű oszloppal. Azt mondja, az angyal átváltozik ördöggé. Hát, így van.